Az egyik legfontosabb teendő amellett, hogy az elmúlt időszakban a feladatot és a hatáskört oda tették, ahol az el is végződik, az ügyfélközpontúság kiépítése, illetve ennek megértetése volt a dolgozókkal. Csongrád megyében egy több mint 1600 főt foglalkoztató szervezettel, a makói járásban pedig egy 75 főt számláló hivatallal tevékenykednek. Jelentős állomásnak számított, hogy városunkban 2015. október 16-án kormányablak nyílt, melyről általánosságban elmondható, hogy közkedvelt és sikeres terméke a magyar államigazgatásnak. Bámulatos mennyiségű ügyfél megkeresés érkezik a kormányablakokba, nem volt ez máshogyan itt Makón sem. A 2015-ös megnyitást követően csodálatosan emelkednek az ügyfelek számai a kormányablakban. A tavalyi esztendőben összesen közel 65 ezer ügyfél kereste föl a kormányablakot, tehát gondoljanak bele, hogy nagyságrendileg ugye 42-44 ezer fő körül van a járás lakossága, ez azt jelenti, hogy egy évben hát minimum egyszer minden lakosnak volt ugye a kormányablakkal. Sikerült több szervezeti egységüknek is kultúrát külsőt adniuk, erre közel 200 millió forintot költöttek. Mindemellett hozzátette, hogy minden településre eljut az állam, ugyanis az ügysegédeken keresztül számos szolgáltatás vehető igénybe, tavaly például 4000 ilyen ügyfélkapcsolatuk volt a környező községekben és falvakban. A Csongrád megyei kormányhivatal sajátossága, hogy egy kormányablak busszal is rendelkezik. A mobil ügyintéző járművel 2017-ben kétszer járták be a térséget. Juhász Tünde továbbá kiemelte, hogy a foglalkoztatás kérdése bizonyult az egyik legkiemelkedőbb sikerágazatnak. Csongrád megyében közel 25 milliárd forint nagyságú uniós pénz van dedikálva foglalkoztatás segítésére. Az ezzel való munkálkodás feladat ennek pontos és precíz kihelyezése nagyon sok kollégámnak az összehangolt munkájának köszönhető. A makói járásban az elmúlt esztendőkben közel egy negyedére esett vissza az álláskeresők száma, tehát azt jelenti, hogy 2010 és 2018 viszonylatában átlagban 75%-kal csökkent az álláskeresők száma. Rendkívüli ügyek lebonyolításában szintén részt vettek, így például földárverésben és tanyafelmérésben is. Az állami rezsicsökkentésnek köszönhetően számos díjtétel, eljárási illeték vált ingyenessé vagy redukálódott azok összege. Ez országosan 14 milliárd forintot takar. A makói járásban élőknek pedig 62 millió forint megtakarítás jelent. A feladatuk továbbra is adott, a megyei szinten több mint 1 millió ügyfél megkeresés éves szinten komoly erőfeszítést igényel. Ezen felül törekednek újabb egyszerűsítésekre, illetve a várakozási idő csökkentésére is. A tájékoztatás követően Farkas Éva Erzsébet polgármester köszönte meg az eddigi közös munkát, melynek keretében több korábban megoldatlan ingatlan csere is megvalósult, így a volt városháza épülete, valamint a Juhász Gyula téren található egykori pártház teljes körűen az önkormányzat tulajdonába került.